Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió pénteki híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Országos gólyaszámlálást tartanak, ilyenkor lehet a legjobban megfigyelni a kis gólyákat, az akcióhoz bárki csatlakozhat. Öntözés, fontos, hogy a megfelelő napszakban kapjanak vizet a növények és biztonságban a strandon is, bűn- és baleset megelőzési táborban hívja fel a veszélyekre a gyerekek figyelmét a rendőrség. Gólyaszámlálást tartanak az egész országban július első felében. Idén már a 8. nemzetközi, egyben a 15. hazai országos gólya felmérés zajlik amelyben bárki részt vehet. Az akció célja, hogy a szakemberek átfogó képet kapjanak arról, hogy egy-egy fészekben voltak -e költés, és pontosan mennyi kis gólját nevelnek a szülők. Szüleiket várják ezek a gólyafiókák ebben a balfi fészekben. A gólya Magyarország egyik legismertebb madara. A Magyar Madártani Egyesület és azt megelőzően a madárkedvelők már 1940 óta szerveznek a számlálást. Ja, ami a, a legegyszerűbb ebbe, hogy a gólya többnyire a terepüléseken fészkel, tehát manapság már elég kevés gólya van, ami nem településen fészkelne, hanem mondjuk kint, áll, akár állattartó telepen, régen voltak szalmakazlakon, réteken álló, öreg, kiszáradt fákon, gólyafészkek, manapság ilyen már Magyarországon legalábbis nem igen van. Tehát könnyen, meg, könnyen megszámolható, könnyen nyilvántartatók a fészkek, és ugye a mai internetes világban könnyen bevonható a lakossága a, felmérésbe. Gyakorlatilag az egyeset minden golyafészket ismer, szinte mindet, Nyilván az újakat azokat azért be kell vinni a, a rendszerbe, tehát az új fészkekről arról folyamatosan ö, várjuk a lakosság bejelentését. És az évtizedek során azért kialakult egy olyan felmérő hálózat, hogy ebbe a rendszerbe, tehát minden fészeknek megvan egy azonosítója, a az GPS méterpontosságra lehet tudni, hogy hol melyik villanyoszlopon van, villanyoszlopon van-e, van-e alatt a magasító, ugye van, ami kéményen van, van-e alatt a magasító, tehát ezek az adatok megvannak, és évről évre mindig fel vannak jegyezve, hogy mikor érkeztek a gólyák, hány fióka kelt ki, ugye nyilván ezt amikor kicsik azért valamelyes meg lehet állapítani. A gólya számlálás célja, hogy a szakemberek pontosabb képet kapjanak a hazai gólya állományról. A számlálást megyénként koordinátorok irányítják. Egyedül nyilván nem, de még a, a szűkebb madarász munkatársai sem tudják végigjárni a megyének a minden települését, hogy minden fészket leellenőrizzenek. Sok helyen kialakítottak már kapcsolatokat, hogy ottól a fészek van, ott valaki, aki a közelben lakik, az rendszeresen figyeli, és akkor szól nekik, hogy, vagy leadja ezek az adatokat, hogy mikor jöttek, hány fióka volt. De még így is van fészek, ami, ami nem tud sorra kerülni, mert de nyilván ezt addig lehet megcsinálni, hogy a gólyák fészkelnek, és azért ez egy meglehetősen rövid időintervallum. A gólya számlálásba bárki becsatlakozhat. Ennek menetéről a Magyar Madártani Egyesület weboldalán lehet bővebb információkat olvasni. A nyári kánikulában fontos a kerti növények megfelelő öntözése. Az utóbbi időszak csapadékmentes időjárása miatti szárasságban a növények különösen igénylik a vizet. A szakembert arról kérdeztük a Sopron TV híradójában, hogy milyen praktikákat kell alkalmazni, hogy növényeink egészségesen fejlődhessenek még a legforróbb napokon is. A nyári forróságban is színes, illatos virágok nyílnak ebben a kertben. Minden kert tulajdonos számára az egyik legfontosabb feladat a nyári kertápolás során a növények öntözése. A hőség igazi kihívást jelenthet a növények számára, hiszen könnyen kiszáradhatnak, így ilyenkor sokkal nagyobb figyelmet érdemes szentelni rájuk. Előre kell gondolkoznunk, Úgyhogy ilyenkor meg kell gondolnunk azt, hogy mi lesz akkor már tavasszal, vagy pedig már ősszel és télen, meg kell gondolnunk azt, hogy mi lesz a kertünkkel nyáron, hogyha tényleg nagyon berobbanik a meleg, meg berobbanik a kánikula, meg a szárasság. Ugye azért most sok csapadékunk volt, de most viszont három-négy heten nem volt szinte semmi. Úgyhogy én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, hogy ültessünk nagyon sűrűn növényeket, mint ahogy itt is látni, mert hogyha jó sűrűn vannak ültetve ezek a növények, akkor nagyon-nagyon jól tudják egymást védeni a kiszáradás ellen is, és ugye a talajt is védik, mivel, hogy nem éri például a napsugara a talajt. A másik viszont az, hogy érdemes tavasszal, ősszel, télen folyamatosan mulcsozni a kertünket. Bármivel takarhatjuk, a fűnyesedéket vékonyan elszórjuk, bármivel, és a nyár folyamán is, ahogy bomlik le ez az anyag, nyugodtan pótoljuk, mert ez ugye megint ö, megtartja a nedvességet is a talajon, és ez ö, a nedvességet ugye, ahogy megtartja, és ö, nem tud a talaj annyira hamar felforrósodni. Szóval, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet különbségeket nem érzik annyira meg a növények, szóval sokkal szebbek is maradnak, nem lesznek olyan hamar betegek, és nem is tudnak annyira kiszáradni. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik napszakban öntözzük a kerti növényeinket. Magyarós írít a Hobbi kertész elmondta, hogy este sem szerencsés locsolni növényeinket, napközben pedig határozottan tilos. A szakember szerint a legmegfelelőbb időpont erre a hajnal, kora reggel. Akkor kell locsolni, amikor még tényleg még nem kelt fel a nap, még tényleg hűvösebbek az éjszakák, vagy a hajnalok, és akkor kell locsolnunk, ugyanis, hogyha napközben locsolunk, akkor ugye már felmelegednek ezek a növények, felmelegszik a talaj, és a növények is ugye, főleg, hogyha valaki még ráadásul felülről öntöz, mert ugye csak alulról szabad öntözni, vagy csepegtetővel, vagy pedig a slagot, vagy az öntözőkannát, ugye a talajra ö, eresztjük rá belőle a vizet. Ugyanis, ha öntözünk, akkor ugye megiségethetjük a növényeket, és ebből rengeteg betegség lesz. Ugye nagyon sok beteg növényünk lehet, hogyha este locsolunk, vagy napközben, hát napközben meg teljesen tilos, én azt mondom. Jó, hát akinek van gyep a kertjébe, az egy más dolog, mert azok szokták azért nappal is öntözni. Nálam nincs, és én nem is szeretnék, szóval egy fenntartható kertbe szerintem már nem való az, hogy tényleg gyepesítünk és, és füvesítünk, de viszont mindenképp hajnalba locsoljunk. És úgy locsoljunk, hogy nagyon bőségesen locsoljuk meg az ágyást, áztató locsolás, és akkor egy hétig nem lesz vele gondunk, és akkor egy hét múlva majd megnézzük, hogy mennyire szárad ki a talaj, és akkor még egyszer. Amennyiben van lehetőségünk, gyűjtsünk esővizet, az tökéletes a és a csapvizet sem pazaroljuk. A nyári forróságban érdemes kis tálakban vizet is kitenni, hogy a kertbe betévedő madarak, gyíkok, rovarok is tudják oltani szomjukat. Magyar-német diák szeminárium zajlott a héten Németországban, amin soprani diákok is részt vettek. A találkozó címe fal, kerítés, szöges drót és a vasfüggöny lebontásának 35. évfordulója kapcsán szervezte a Magyar Német Éfjúságért Egyesület. A szemináriumon a Soproni Széchenyi gimnázium diákjai vesznek részt. A helyszín Modlaraj, település Magyarország és Türingia határán, amit egykor a vasfüggöny vágott ketté. Das Besondere an dem heutigen Tag war, dass ein a mai nap különlegessége az volt, hogy egy Soproni és egy Kempteni gimnázium közösen foglalkozott a német történelemmel, különös tekintettel Európa és Németország megosztására. Sopron volt az első olyan hely, ahol egy nagy részt vágtak a falon, pontosabban a nyugati és keleti védelmi és gazdasági rendszer közötti kerítésen. Sopronban több száz NDK-ból érkezett ember távozhatott nyugatra augusztusban, ezzel biztosítva szabadságát. Ez volt a különleges dolog. A megosztott Németország történetének emléket állító német-német múzeumban előadásokat, filmvetítést és tárlatvezetést szerveztek a szétszenis diákoknak. A Békés Forradalom 35. évfordulója alkalmából érkezett a magyar csoport Sopronból, ami számunkra is fontos emlékhely, nem csak Németországban, hanem Európában is, a vasfüggöny leküzdése miatt. Sopron nélkül az 1989. november 9-i események Berlinben és a német határon valószínűleg nem történtek volna meg ebben a formában. A szemináriumon a Kempteni testvériskola, a Hildegardis gimnázium tanulói is részt vettek, és együtt kérdezhettek egy szemtanút arról, hogy menekült el a kommunista kelet és kezdett új életet nyugaton das Seminar wirklich sehr gut, auch vom Aufbau her und die Gespräche mit den Zeitzeugen. tényleg nagyon jó volt, mind a felépítését tekintve, mind a kortárs tanúkkal folytatott beszélgetések szempontjából. Különösen izgalmas volt megtudni, hogy nem csak egy fal volt, hanem egy egész határvidék, aminek még egy szélesebb határsávja is volt, és hogy a határ a BRD és az NDK között valóban a Tambach folyó közepén húzódott. A soprani diákok útközben Passzóban Szent István király felesége Gizella sírját is meglátogatták. A történelmi emlékek megismerésén túl pedig nyelvismeretüket is gazdagíthatták. Csere program igazából szerintem egy fantasztikus lehetőség nekünk így magyar diákok számára. Egyrészt azért, mert el tudtunk jönni ide Németországba, külföldön lehetünk, másrészt pedig azért, mivel így ők nyelvi környezetbe német diákokkal egyrészt tudunk együtt dolgozni, együtt működni, és amellett, hogy nagyon jó velük együtt dolgozni, nagyon jó fejek, különböző programokat csinálunk. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy gyakoroljuk igazából a nyelvüket. A szeminárium a Magyar-Német Ifjúságért Egyesület szervezésében valósult meg. A Magyar Német Ifjúságért Egyesületnél mindig az a célunk, hogy hidat építsünk a két ország között, és megszólítsuk a két ország fiataljait. ezért volt számunkra egy nagy megtiszteltetés, hogy támogathattuk a Soproni diákok és a Kemteni diákok között megvalósuló közös szemináriumot itt Mödleroydban. A visszatekintés a történelemben mindig egy lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok megélhessék a közös Európát, és a jövőbe tekintsenek. Sopron közel áll Egyesületünkhöz, mert itt szervezhetjük meg minden évben a nyári akadémiánkat is. Úgyhogy ez a szeminárium különösen a 35. évfordulón egy nagyon nagy lehetőség volt, és büszkék vagyunk ezekre a fiatalokra, mind Sopronból, mind Kertemből. A falkerítés szöges drót címet viselő találkozón szabadidős kötetlen programok is segítették a diákok kikapcsolódását és kapcsolatépítését. Német Péter Soproni fotóriporter évek óta felkeresi a normandiai partraszállás helyszínét, ahol a II. világháború egyik legfontosabb hadművelete zajlott 1944 június 6-án. A partraszállásnak köszönhetően a szövetséges csapatok hitfőállásokat foglaltak el a német birodalom által megszállt Franciaország normandiai partszakaszán. Mozaik című műsorunkban a témáról megjelent könyvéről is beszélt a fotográfus. Ezért az a neve tehát, hogy a leghosszabb nap napjainkban, illetve magyar sorsok, mert tehát egy picit ilyen utalás jelleggel raktam bele tehát a, a magyar, katona, magyar számbazású katonákat az amerikai hadseregben, az angol hadseregben, a idegen légióban, uh -huh. a szabad francia erőknél, a dögó törzsében, tehát sokkal, de sokkal több a kötődésünk, illetve ami, ami ezt sokkal izgalmasabbá teszi mindenki számára, hogy beleraktam egy 160-as listát, amit a Honvédelmi Minisztérium hatörténeti intézetétől kaptam meg, és Normandiában az egyik német katonai temetőben 160 magyar katonai eltemetve. Tehát ők hadifogságban haltak meg. 8 évvel ezelőtt elkezdtem ebben foglalkozni, és hát idén, június 7-én tudtunk átadni egy emléktáblát abban a német katonai temetőben. Igazi kánikula várható a hétvégén, a soproni és a környékbeli strandokon is nagy forgalomra lehet majd számítani. A fürdőkben, valamint a természetes vizeknél is fontos, hogy megfelelően gondoskodjunk a nálunk lévő értékekről, hiszen a szakember szerint minden nyáron akad dolguk a strandokon a lopások miatt. Erre hívják fel a figyelmet a soproni rendőrök az erre szervezett prevenciós program során. A bűnés baleset megelőzési táborban épp azt mutatják a fiatalok, milyen jól bevált módszerekkel lehet megvédeni a strandon az értékeket. Apukám, anyukám mindig beszokta zárni az ilyen kis lakatos széfekbe a értéktárgyaikat, bankkártya, meg a pénztárca, a telefon, ezeket szóval nálunk ez nem szokott nagy baj lenni, de nagyon sok család nem egyszer láttam, hogy kinhagyják a táskát, szóval ez nagy veszély. A Soproni rendőrkapitányság szakembere kiemelte, ha a strandra visszük értékeinket, kerülni kell az úgynevezett törölköző széfet, valamint a pokróccal letakartáskát is, hiszen ez sokszor felhívást is jelent a tolvajok számára. A Soproni rendőrkapitányság harmadik alkalommal rendezi meg bűn- és baleset megelőzési táborát. Ez a második hét utolsó napja, és nagyon-nagyon lelkesek a gyermekek, és ezen a napon ellátogattunk a lővéruszodába, illetve a lővés strandra, Mi festő és szépségű környezetben vagyunk, itt a gyermekek, akik a kortás segítő képzésen részt vettek, és a társaiknak ugyanúgy tudnak megelőzési, prevenciós javaslatokat átadni majd a nyáron. Részt vesznek velünk együtt egy úgynevezett bűnmegelőzési strandkampányban. Itt azt mutatják be a táborozók, hogy mennyire baleset veszélyes lehet, ha egymást vízbe lökik. A gyerekek figyelmét olyan veszélyekre hívták fel a szakemberek, amelyek gyakran előfordulhatnak a strandokon. Fürdés előtt nagyon fontos, hogy tartsuk be a szabályokat, zuhanyozunk le, felhevült testen ne ugorjunk a vízbe, mert reflex, reflexziós szívmegállást okozhat, tehát reflexzerű szívmegállás, ami, ami egyértelműen nem fulladásos balesetre utal, és ezért én arra kérem egyébként a strandolókat, hogy egymást is figyeljék. Tehát figyeljék és, és, tájékoztassák, hogy ez így nem szabályos. Tehát zuhanyozzunk le a vízbeúrás előtt, teli gyomorral, itt a állapotban, ezt nem győzzük hangsúlyozni és súlykolni. Nem szabad használni a vizet. Nagyon fontos, hogy a szabad vizeken, tehát ha rátérünk a szabad vizekre, akkor éjszaka korlátozott látási viszonyok között, hajóútban, hajóállomások környékén, és ugye különösen a folyóvizek nagyon veszélyesek a, a fürdőzésre. Nem beszélve arról, hogyha a nyílt vizeken például fürdőeszközöket, tehát olyan vízi, vízi sporteszközöket használunk, amik, amik nagyon veszélyesek tudnak lenni, hogyha elsodor minket az ár, vagy akár egyébként állóvízben is el tud sodorni a szél. Ezeket a vízi eszközöket olykor el kell engedni, vagy hogyha vízi eszközzel elsodródunk, akkor nagyon szépen kérjük a, a, a felelős tulajdonosokat, hogy maradjanak a vízi eszközön, mert, mert ez, ez az életükbe kerülhet. A szakember kiemelte, hogy a strandon vagy a szabadvizeknél is kiemelt figyelmet kell fordítani a környezetünkre, így ha bármi gyanúsra figyelünk fel, azt érdemes jelenteni a helyszínen tartózkodó személyzetnek vagy a vízimentőnek. A hétvégén visszatér a Kánikula igazi strandidő várható, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Most következik a mozaik, amelyben német Péter a Normandiai partraszállásról beszél majd, ezután az Erdei Utakon Revicki Gáborral című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió pénteki híradóját látták, műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb csak egy-egy helyen fordulhat elő jelentéktelen futózápor élénk lesz a déli délnyugati szél, a hőmérséklet 26 és 32 fok közé melegszik. Vasárnap is sokat süt majd a nap, bár időnként vastagabb fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, viszont csapadék nem várható. Sok felé élénk, erős lesz a szél. Visszatér a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Hétfőn folytatódik a túlnyomóan napos idő, de este egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Több felé élénk lesz a déli délnyugati szél, Folytatódik a kánikula, 32-37 fokra számíthatunk.